Magyarországon évente több mint 50 ezer ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. A szívinfarktus még mindig háromszor olyan gyakori, mint Európa legfejlettebb országaiban, annak ellenére, hogy a megelőzésben eredményeink is vannak. Erről a szívnapján beszélt a Magyar Kardiológiai Társaság elnöke a Városligetben, ahol most is több ezeren vehettek részt ingyenes szűrővizsgálatokon. Mindenki tudja, hogy többet kell törődnie az egészségével, ha hosszú ideig akar élni. Többé-kevésbé azzal is tisztában van, mit kellene tennie, de ez kevés. Az erőltetett diétákkal szemben az életmódváltásnak van a legnagyobb szerepe. Szemléletünket kell megváltoztatni, tehát a mindennapunkba be kell építeni a napi legalább fél óra testmozgást, dohányzásról le kell szokni, egészségesen kell étkezni, és ezt mindezt úgy, hogy az ember élvezze. Az alkalmi szűrővizsgálattal a hetekig tartó várakozást és a sorban állást is el lehetett kerülni. Itt ugyanis minden gyorsabban ment, mint a hétköznapokon. Minden évben szokott lenni ez a rendezvény, úgyhogy mindig eljövünk. Egy vérnyomásmérést, meg egy vércukormérést minden évben szerintem meg kell. Jó, ha pláne már ennyi idős korban, jó, ha az ember megejti. Úgyhogy kihasználjuk a lehetőséget. Persze nem mindenki volt ilyen tudatos. Akadt, aki csak egyszerűen ide tévedt. Most is futni jöttem, csak ezt itt jöttem át, és rájöttem, hogy az nem a futóversenynek a rajtja, de akkor tévéből láttam, hogy van ez, és akkor gyorsan beszálltam. Még a rajtig van idő. Itt hamar rákerült a sor azokra, akik vérnyomásmérésre jöttek, de volt, aki még ezt a rövid időt is aktívan töltötte el. A legtöbben azért mégis ebben a sátorban várakoztak. Mindenki annyira beteg vagy egészséges, ahogy él. Hát ha valaki megpróbál egészségesen élni, sportolni, úgy étkezni, akkor egészséges is tud maradni. Ha valaki a sátorban csak a sört iszta, és jön a tévé előtt, akkor kevésbé. Orvoshoz mennyire szokott eljárni? Nagyon ritkán. De jó a vérnyomásom. De jó a vérnyomásom. És viszonylag a vércukrom is jó, hál' Istennek. Magyarországon továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek miatti halál a leggyakoribb. A megelőzéssel, az életmóddal sokan egyáltalán nem törődnek. Csak egy példát mondjak, minden harmadik ember dohányzik, ami nem csak a kardiovaszkuláris betegségek szempontjából, hanem különböző rákok szempontjából is, rossz indulatú daganatok szempontjából is alapvető jelentőségű. Mindezek ellenére az elmúlt 15 évben Magyarországon a várható élettartam 5,5 évvel nőtt. Ez nem kis részben a szív- és érrendszeri betegségek kezelésében történt fejlődésnek köszönhető. A többi rajtunk is múlik.